Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Harmatozzatok egek onnan felülről, és ti felhők hullassátok közénk az igazat. Nyíljék meg a föld, és teremje az üdvözítőt. Szent misét az éces betegek, ebben a betegségben elhunytakért ajánljuk fel. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket. Jónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem azért a boldogságos mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Dicsőség a magasságban Istennek, és a föld minden sí vagy jó arra.
Istenünk, Te úgy akartad, hogy örök igéd az angyali üdvözletkor a boldogságos Szűz Mária méhében testet öltsön. Könyörögve kérünk, hogy mi, akik őt Isten anyjának valljuk, közben járására mindig segítséget nyerjünk. A mi Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben Isten, mindörökkön, örökké. Olvasmány Izaiás próféta könyvéből. A seregek ura bőséges lakomát rendez minden nemzetnek az ő szent hegyén. Lakomát, ahol lesz finom bor, zsíros legjava falat és erős színbor. Ezen a hegyen leveszi a leplet, amely minden népet betakart, és a fátyolt, amely minden nemzetet elborított. Örökre megsemmisíti a halált. Istenünk, az Úr letörli a könnyet minden arcról, lemossa népéről a gyalázatot, lemossa az egész földön. Ő az Úr mondta ezt. Azon a napon majd így beszélnek. Íme a mi Istenünk, benne reméltünk, hogy ő megszabadít minket. Ő az Úr, s mi benne bíztunk. Örüljünk és újongjunk szabadításának. Lám az Úr keze, megpihen e hegyen. Ez az Isten igéje. Uton lesz a Isten háza, mindörökké szünet nélkül. Uton lesz a Isten háza, Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus a galileai tengerhez érkezett. Felment egy hegyre és leült. Nagy sokaság jött hozzá, hoztak magukkal sántákat, bénákat, vakokat, némákat, meg sok más beteget és lába elé tették. Valamennyiüket meggyógyította. Amikor a nép látta, hogy a némák beszélnek, a bénák meggyógyulnak, a sánták járnak és a vakok látnak, elámult és magasztalta Izrael Istenét.
Jézus akkor összehívta tanítványait, és így szólt hozzájuk. Sajnálom a népet, már harmadnapja kitartanak mellettem, és nincs mit enniük. Nem akarom étlen hazaküldeni őket, nehogy kidőjenek az úton. A tanítványok erre megjegyezték. De honnan szerzünk itt a pusztában annyi kenyeret, hogy ekkora tömeget ellássunk? Jézus megkérdezte tőlük, hány kenyeretek van? 7, és néhány apró halunk, felelték. Erre meghagyta a népnek, hogy telepedjék le a földre. Aztán fogta a 7 kenyeret és a halakat, hálát adott, megtörte és odaadta a tanítványainak. A tanítványok pedig a népnek. Miután mindjárt ettek és jól laktak, 7 kosár kenyér maradékot szedtek össze. Ezek az evangélium igéi. Kedves katolikus hívek, a régi adventben Krisztust várták a testében, a testi eljövetelében, és a mostani advent is Krisztust várja is meg a megérkezését, kialakulását a lelkünkben, továbbá várja a világ végén való eljövetelét. Ezt az utóbbit hiszem, az előbbin pedig dolgozom. És ez az én legfontosabb adventem. Ez az advent éjszaka, fagy, halál előzi meg, és ebben is mély álom és hosszú éjszaka van, de már hallatszik az ébresztgető szózat. A régi advent elmúlt, a mostani pedig folytonos, és minden egyes lélekben ismétlődik. A lélek alszik, tévelyek dermed, hát fel kell ébresztenünk. Némely lelket elfojtott a test, és él benne az állat, és alszik az ember. Mást elborított a káprázat, eltelt magával, és él benne az öntelt ember, alszik az isteni ember. Minden ember többé-kevésbé alva járó a természet feletti az isteni világban, él jár, de inkább csak révedezik. Öntudata le van borítva öntudatlansággal, elfogultsággal, gyengeséggel, az isteni életkő és jégkérgeken iparkodik áttörni. És bennem is mennyi egyoldalúság, hiba, hiány, kiskaliberű idegesség, ellenszenv, mennyi árnyék és homály, mennyi kitaposott útja az öntudatlan indulatoknak. Az éjszakában állok még valamiképpen, lelkiismeretem és az isteni sugallatok, mind meg annyi prófétai szó azonban már ébresztenek. Ébresztenek és iparkodnak felszabadítani a káprázattól. Gyújts világosságot szemünknek, Urunk, mert látni akarok, látni, ahogy elveszed azokat a bizonyos fátylakat, amelyeket az olvasmányban hallottunk. Elveszed a fátylat előlünk, amely eltakarja valódi énedet, valódi küldetésünket. És ez már valóban megöli a halált. Ezért is imádkozza az Anya Szent Egyháza misében, Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Isten báránya, aki megölöd a bűnt. A szónak ugyanis ez az eredeti és szó szerinti fordítása. Az elveszed, az egy nagyon szép költő ide, itt arról van szó, hogy Krisztus a maga eljövetelével, mint az Isten báránya, amelyet értünk örökké feláldoznak, ő megöli a bűnt. Megöli a bűnt az ő büntelenségével, és erre hívja a keresztény lelket az adventi hajnalon. Ezért hát látni akarok,
látni önmagamat tisztulni és alakulni. Minek járjam én az ösztönöknek, az önszeretetnek, különféle benyomásoknak, reakcióknak méltatlan csapásait. Kérjem hát Istent, világosítson meg. Reflektálok magamra, összehasonlítom magamat másokkal, a jobbakkal, nemes lelkűebbekkel, és tanulni akarok tőlük, olyat, ami megtetszik rajtuk, olyat, amely megtetszik a szenteken. Félre hát a lelki alvajárással, a lelki betegséggel és a lelki gyengeséggel. Aki hibáit már látni kezdi, az már ébredezik, és aki erős kézzel fog azok megjavításához, az már egészen biztosan elindult Isten útján, elindult az advent vége felé, ahol Krisztus fénye fog ránk ragyogni. Amen. Testvérek, Urunk eljövetelét várjuk, ő az, akire a népek várakoznak, ő a világ megváltója. Add, Urunk, hogy mi is az üzanya bizalmával hagyatkozzunk a te gondviselésedre. Engedd, Urunk, hogy miként a szűzanya, úgy mi is Krisztus hordozók legyünk a világban. Add, Urunk, hogy Krisztusi küldetésünkben álljon mellettünk szűzanyánk, a jó tanács anyja. Add, Urunk, hogy apostoli fáradozásaink közben töltsön el minket a Szentlélek ereje és vigasztalása. Elhunyt testvéreinknek pedig minden buzgóságukért ad bőséges jutalmadat. Urunk Istenünk, te bőségesen adott kegyelmedet mindazoknak, akik kitárják előtted szívüket. Hadd, hogy soha ne zárkózzunk el, hanem kegyelmedet befogadva tegyünk róla tanúságot az emberek előtt, Krisztus, a mi Urunk által. Imádkozzatok, testvérek, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, ne légyen meg dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszentek házjában. Urunk Istenünk, ott, hogy oltárodra helyezett ajándékainkat, szentelje meg az a szent lélek, aki isteni erejével Mária méhét is megáldotta, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük fel szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten.
s a boldogságos mindenkor Szűz Máriát tisztelve, téged dicsérjünk, magasztaljunk és áldjunk. Mert ő fogant egyszülöttedet a Szent Lélek által, és szüzességének teljes ragyogásában világra hozta az örök világosságot, a mi Urunkat, Jézus Krisztust. A te fölségedet általa dicsérik az angyalok, és imádják az uralkodó szellemek. Az égi hatalmak rettegik, a mennyei seregek, az ég erői és a boldog szeráf kórusok újjongva együtt tisztelik. Ott kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, s alázatos megvallással zengjük. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre. Kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindjájon, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy. Kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindjájon, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amint eljössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szent Lélek mindjájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, Arnold generálisunkkal és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, s mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindjájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint, így imádkozunk,
mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, hogy kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a engesztelődjenek ki szívből egymással. Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Íme a szűz fogan fiút szül, és Emmanuelnek nevezi el. Mondjuk el együtt a lelki áldozás imáját. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Úrunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök létre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben, és halálom után is. Amen. Oh,
Könyörögjünk. Urunk Istenünk szent erejével, formáljon át bennünket a mennyei eledel, amelyet magunkhoz vettünk. Ott, hogy mi, akik a boldogságos Szűz Mária emlékét hívő lélekkel ünnepeljük, eljussunk az örök üdvösségre, fiad megtestesülése által, aki él és uralkodik mindörökkön, örökké. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen áldása.